Agyi, pingpong, csocsó, sok-sok éneklés és rengeteg közösségi élmény. Mindezzel gazdagodhatnak azok a gyerekek, akik a katolikus Caritas nyári táboraiban részt vesznek. 8 órakor kelünk, és reggelizünk, aztán dél körül ebédelünk, vacsorázunk olyan 7 körül. Jók a programok. Majd fogunk tükrözni, bobozni fogunk. A segélyszervezet minden évben több ezer nehéz körülmények között élő gyermek táboroztatását szervezi meg országszerte. Legtöbbjüknek ez az egyetlen alkalom a nyár során, amit nyaralással tölthetnek. Ezen a nyáron az Országos Caritas 8 millió forintot adott az egyházmegyéknek arra, hogy segítse a rászoruló gyermekek nyaraltatását. Ezen kívül minden egyházmegye több táboroztatási helyen is rendelkezik, ahova meg tudja szervezni az egyházmegye területén élő rászorulók nyaraltatását. Idén több mint 4000 gyermek jut el így a Caritas táborokba teljesen ingyen. Az ott lévő szervezők biztosítják számukra az odautazást is, illetve az ottani programokat és az ellátást. Megtanítottak sakkozni, mert le is győztem egyszer Bélapap. Amikor itt vagyok, úgy érzem, mintha az otthonomban lennék. Jól érzem magamat, olyan, mintha a családom itt lenne. És a barátaim is itt vannak, szóval minden jó. Minden táborozó ajándékot is vihetett haza. A Caritasos sildes sapkát Mádl Dalma, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete osztotta szét a gyerekek között, és hogy az élmény még maradandóbb legyen, alá is írták egymásnak a sisakokat. Écsi Gábor azzal a gondolattal adta át nekik, hogy reméli, egyszer ők is önkéntesek lesznek, és teljes értékűen tudják majd használni. Ami már csak azért sem lehetetlen, mert számos egykori táborozó most segítőként vett részt a nyári programokban.